mindenki. Itt vagyunk a Photoshopban, és a következő néhány percben megmutatom neked, hogy hogyan lehet indexképet vagy index lapot készíteni. Biztos, hogy találkoztál már ilyesmivel, hogyha esetleg készítettél valamilyen szolgáltatónál képnyomatokat, fényképnyomatokat, ott némeiknél be lehet jelölni, hogy szeretnél egy indexképet róla, ugyebár egy darab képre rámásolják az összes képedet picibe, pici kis nézőképekbe a nevével együtt, és ott rögtön látod, hogy milyenek lettek a képek. Nagyon jó ez azoknak is, akik mondjuk fényképeznek, és bárki másnak, mondjuk -e a megrendelőjüknek meg akarják gyorsan mutatni, hogy milyenek lettek a fényképei, de természetesen ugye még nem küldik el neki a kész képeket, hanem csak egy ilyen kis indexképet kapnak, és ott egyben rögtön látják, hogy milyenek a képek, vagy pedig ki tudják belőle válogatni azokat a képeket, amiket szeretnének majd a megrendelésükbe megkapni. Úgyhogy erre jó a kis indexképes válogatás, amit mindjárt megnézzünk, hogy hogyan kell elkészíteni egyáltalán nem ördöngőség, nagyon gyorsan meg lehet ezt oldani. Itt a file menüben kiválasztod az automate lehetőséget, vagyis az automatikus két korrekciókat, amin belül van egy Contact Sheet 2 nevezetű pluginunk, ez egy beépített plugin, tehát nem kell semmit telepíteni, Szerintem már majdnem, hogy minden újabb Photoshopban benne van, legfeljebb nem Contact Sheet 2, hanem csak Contact Sheet néven. Ezt nyitjuk meg, íme itt van, és nincs is más dolgunk, mint beállítani, hogy honnan szeretnénk, tehát hogy a különálló fájlokat szeretnék, amit mi válogatunk ki, vagy egy egész mappányi fájlt szeretnénk. Legyen ezek különálló fájlok, -ok, amit itt a browser kiválasztunk. És mondjuk itt egyenként kiválogatod a képedet, vagy pedig ugye, ahogy mondtam, ki lehet választani a teljes galériát is, vagy egy teljes mappányi képet. Tegyük fel, hogy egy kirándulásról vagy egy utazásról készült fotóink ezek. Oké. Okay. Íme itt vannak a képek, amiket kiválasztottam, és a dokumentnél bejelölheted, hogy incsbe centiméterbe vagy pixel méretbe szeretnéd megadni ennek a végleges index lapnak a méretét, lehetőleg legyen minél nagyobb, nem kell természetesen azért elrugaszkodni a valóságtól, de egy pár ezer pixelesnek érdemes lennie, hogy viszonylag nagy méretben meg tudják nézni a képeket, akiket érint. Aztán beállíthatod itt a kimeneti felbontást is. Ez, hogyha nem nyomtatod ki ezt a lapot, akkor különösebben nem érdekes, úgyhogy ez lehet akár simán így 72, kiválasztott, hogy színes legyen, vagy grayscale, tehát szürke árnyalatos, illetve hogy RGB, CMYK nyomtatáshoz, vagy lapcolor színmódban legyen. A 8 bit bőven elég, ebben az esetben a szín profilt is ki lehet választani, ami hogyha webre megy, vagy pedig e-mailen, vagy SMS-be küldöd át, akkor simán jó az sRGB is, úgyhogy ez maradhat itt. A kiválasztott, hogy a kis nézőképeknek hogy legyen az elrendezésük, illetve, hogy mennyi oszlop és mennyi sor legyen belőlük, ezzel természetesen ugye a méretüket is nagyjából megadod, illetve, hogy rábízod a szoftverre, hogy automatikusan hagyjon helyet köztük, vagy pedig te állítod be, ha ezt itt kipipálod, akkor te állítatod be, hogy mondjuk 10 pixelnyi legyen vertikálisan és vízszintesen szintén 10 pixel. A Rotate, Best, Rotate for Best Fit-tel pedig kiválaszthatod, hogy automatikusan úgy forgassa be őket, hogy szépen kiférjenek. Ez nem biztos, hogy a képnek az eredeti állása, úgyhogy ezt kivesszük, ezt a pipát. Itt pedig kiválaszthatjuk, hogy a képek aláírt szöveg az milyen betűtípus legyen, illetve itt, hogy mekkora méretű legyen a betű. Ez nyilván a képek aláírt szöveg, ez mindig a fájlnak a neve lesz, tehát ezek a nevek fognak szerepelni a képek alatt. Megrendelőit pedig szépen kiválasztják, hogy szeretnék, akkor kettőt rendelni a Frankfurtból, hármat a House 91.000 vagy 918.602-ből, stb. stb. És ha elkészültél, akkor vagy úgy érzed, hogy mindent beállítottál, akkor az OK gomb, és a Photoshop teljesen önállóan egyetlen egy lapra rendezi kis nézőképekként. így van, el is készültünk vele, és hogyha kinagyítjuk, akkor látjuk, hogy mindegyik alatt ott van a file név, és a képek nézegethetők, kiválaszthatók. Mindenkinek köszönöm szépen a türelmét, hogyha végignézte a videómat, illetve hogyha tetszett nektek, akkor ne felejtsetek el egy lájkot like nyomni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor pedig egy feliratkozás gombot. És hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azt megtetitek itt lenne a komment szekcióban. Sziasztok!